Ez látszólag ez egy teljesen ártalmatlan kis közlekedési tábla, de ez a tábla az első és nagyon konkrét bizonyíték egy olyan esetre, amikor az Orbán család az államapparátust használja a gazdagodására. Nagyjából 40 másodperc alatt lehet átérni azon az útszakaszon, ahol súlykorlátozást vezetett be a Magyar Közút ZRT 2022. novemberében. Ez a pár száz méteres szakasz az 1401-es úton található Győr-Zámoly és Győr-Újfalu között. A korlátozás értelmében a 20 tonnánál nehezebb járművek csak akkor használhatják az utat, ha kapnak rá engedélyt. Kivételt az autóbuszok és a mezőgazdasági járművek jelentenek. A közútkezelő szerint erre a kis településeken élő lakosság életminőségének javítása és a közelmúltban felújított útburkolat állagának megóvása érdekében volt szükség. Máshogy gondolják ezt viszont a helyiek, akik levélben keresték meg Hatházi Ákos független országgyűlési képviselőt. Szerintük ugyanis a cél valójában az volt, hogy a környékbeli kavicsbányákat tönkretegyék, és Orbán Viktor unokaöccsének új, mindössze pár kilométerre lévő bányáját támogassák. Itt Darnózseli mellett vagyunk, körülbelül 20 kilométerre a lezárástól. Egy felújított úton jöttünk végig, de ennek a felújított útnak összesen egy 600 méteres szakaszát zárták le, pont azt a 600 méteres szakaszt, hogy innen ne juthasson el a célállomásra az itt kitermelt sóder. Gyakorlatilag teljes a csend. Itt nem működnek a gépek, az előbb láttunk egy másik bányát, ahol még éppen ki tudnak csúszni a lezárás alatt, ott működött, teljes gőzzel működött a bányászat. Itt nem látunk működő gépet, viszont láttunk hatalmas sóderhegyeket. Természetesen ezek után kíváncsiak voltunk, hogy mi a helyzet Orbán Dávid bányájánál Vámosszabadiban. A terület felé tartva szembe jött egy kamion, amit követni kezdtünk. Kiderült, hogy a sódert a tatai ipari parkba szállították, ahol a Frissbeton Kft. Egyik telephelye is van. Ez megerősíti azt a szóbeszédet, hogy a Darnózseli bánya helyett ma már a Murobán Kft. Cég egyik főbeszállítója. Orbán Viktor unokaöccse 2021 végén lett társulajdonos a bányát működtető cégben, amelynek forgalma tavaly 45 millió forintról 212 millióra nőtt. Ahhoz képest, hogy mit láttunk Darnózselinél, az ottani bányánál, ugye teljes csend volt, itt pedig látszik, hogy folyamatosan megy a mosás, folyamatosan termelik ki, és gyakorlatilag percenként mennek a hatalmas kamionok. Azt kell mondanom, hogy bevált a taktika, úgy tűnik, hogy az állami hatóság, a közútkezelőnek a felhasználása bevált. A másik hasonló cég innen néhány kilométerre teljesen leállt, viszont az Orbán unoka biznisze dübörög. Próbáltuk elérni a Murobán Kft-t, a Darnózseliben található bánya tulajdonosát és a közútkezelőt is, de megkeresésünkre egyikük sem reagált.